hazánk nagy méhész nemzetnek számít. Európában a legtöbb akácmézet mi termeljük. Az Európai Unió éves méztermésének 10%-át állítjuk elő, ami 25 ezer tonna mézet jelent. 20 ezer méhészünk 1,2 millió méh családot tart. A Vértes Gerecse lábánál található, Tatabányától 15 kilométerre fekvő környetelepülésen méhészkedik Simon Néventer Éva méhészasszony és férje. A kisvándor méhészet jelenleg 2-300 méh családdal folytat termelést. 35 éve vagyok a méhek közelében, ebből 21 éve főállású méhészként dolgozom. A férjem révén kerültem közel a méhekhez, a férjem második generációs méhész. A méhészet talán legfontosabb eszközei a füstölő és a kaptárvas. A füstölő a méhek megnyugtatására szolgál, a kaptárvas pedig a keretek kiemelésére hivatott, mivel a méhek a kereteket is leragasztják propolisszal, ezért kézzel nem lehetne őket kiemelni. Természetesen a védőfelszerelések fontosságáról sem szabad megfeledkezni. A lépeket a fiatal méhek építik a testükből kiizzadt viasszal, melyeket a keret fog közre. A hatszögletű sejtekből felépülő lépek bepetézik az anyaméh, a dolgozó méhek pedig a nektárt és a virágport tárolják bennük. Akácvirágzáskor a méhész célja, hogy az anya körül minél kevesebb méh dolgozzon, és a legtöbb méh gyűjtse az akác nektárt. Ahhoz, hogy a fiatal méheknek is munkát adjunk, ezért az anyákat lekorlátozzuk, műlépet adunk a családnak. Ezzel is korlátozzuk az anyának a petézését, hogy akácshordásra minél kevesebb nyitott fiasítás legyen, amit dajkálni kelljen a családoknak, és nagyobb létszámmal tudják a akác nektárt begyűjteni. Hogyan készül a méz? A méhek kimennek a virágra, a virágból a nektár tehát kiszívják, mészhólyagjukba tárolják, beviszik a kaptárba, a sejtekbe lerakják, majd ez a nektár, ez egy híg cukorszirup, nagyon magas víztartalommal, a méhek a sejtekből átpakolják egyik sejtből a másikba, és a méhek szárnyuk rezegtetésével elpárologtatják a fölösleges vizet, magyarul beszárítják, vagy sűrítik a mézet. A besűrített mézet viaszréteggel bevonják, ezzel tárolják, tartósítják a mézet. Amikor kellő mennyiségű érett méz van a kaptárban, akkor ezt elvesszük, hazaszállítjuk, a viaszréteget eltávolítjuk a sejtekről, amiből később akár gyertyát is lehet készíteni, vagy bútorápolószer. Egy úgynevezett pergetőgéppel tudják a méhészek kipergetni a sejtekből a mézet, melyet szűrés és egy kis pihentetés után lehet is beletölteni az üvegekbe. Méhészkedni szívvel, lélekkel lehet, aki szívből szereti a méheket és ezt a munkát, az nem érzi fárasztónak ezt a munkát. Nyilván vannak fizikai korlátaim, amiben a férjem segít. 3 gyermekem van. Az iskolában és óvodában, amikor megkérdezték, hogy mivel foglalkoznak a szülők, a gyermekeim mindig büszkén mondták, anya főállású méhész. Nem szabad megfeledkeznünk a méhek fontosságáról, hiszen minden harmadik falat étel a méhek munkájának eredménye. A globális élelmiszertermelés 76%-a, az Európában vadon élő növényfajok 84%-a függ a házi és vadméhfajok beporzásától. Kevesen tudják, hogy a kávé, a kakaó, a vanília, de még a gyapott termése is csak a méhek közreműködésével jön létre.